egyszerűen nem tudtam a betegségről semmit, csak amikor az édesanyja bejött pár hónappal később, és mondta, hogy ez a helyzet, hogy ezt azért tudjam. És hát számomra az első drámai felismerés a betegségével kapcsolatban, hogy újra rosszul lett. Tehát az édesapja volt pont akkor bent a gyerekkel. És az borzasztó volt nekem. Azt tudtuk csinálni, hogy kivittük a hideg folyosóra, annyira köhögött, hogy tényleg azt gondoltam, hogy ott fog meghalni. Tehát ez borzasztó jelmény volt, és akkor igazán, hogy akkor tudatosult bennem, hogy ő milyen súlyos beteg. Mert hogy ő rajta nem látszik. Tehát ő mosolyog, ő kihúzza magát, és teljesít.